A 3 hetes kis sátánmajom egyelőre nem hagyja el anyját. Most még csak az igazán szemfüles látogatók vehetik észre a nyíregyházi állatparkban. A tenyészpár még 3 évvel ezelőtt az Európai Fajmegőrzési Programban érkezett a megyeszékhelyre. 2014-ben született első utóduk. A nyíregyházi állatparkban van egy különleges állatház, a Viktória ház, mely a különleges állatok gyűjteménye. Itt a furcsa külsejű állatokat gyűjtöttük egy csokorba, ide kerültek a sátánmajmok is 2013-ban. Érkeztek egyébként az állatok, és nem véletlenül kerülnek bemutatásra ebben az állatházban, hiszen hogyha ránézünk, akkor valóban kicsit félelmetes külsejű állatokról van szó. Nincs még egy olyan majomfaj az újvilági majmok közül, ami ennyire különbözne ivar szempontjából, hiszen teljesen máshogy néz ki a hím állat, mint a nőstény. A nőstény sátán majmok barnás szürke színűek, amíg a kifejlett hímek alapszíne fekete, csak arcszőrzetük fehér. Ez a furcsaság az állat elnevezésében is szerepet játszott. A sátán majmok nevüket nem rossz természetük miatt kapták, hanem azért, mert az ivar érett hím állat arca olyan, mintha egy sámán maszkot viselne. A fehér arcú sátán majmok Dél-Amerikában őshonosak, az esőerdők alsó lombkorona szintjeinek lakói. Főleg gyümölcsökkel, magvakkal és rovarokkal táplálkoznak. Tömegük általában nem haladja meg a 2 kilót, dúszőrű farkuk hosszabb, mint a 30-40 cm-es testük. A sátánmajmok ügyesen közlekednek, akár több métert is tudnak ugrani. A nyíregyházi majom családban például a 2014-ben született hím utód a legfürgébb.